Mesterlevél átadó az iparkamarában. 12 szakmában 77 mesterlevelet vehettek át a sikeresen vizsgázott szakemberek. Megújulhat a temető, 1-2 éven belül egy komplex fejlesztési csomagot terveznek az újfehértói köztemetőben. A sziklától a kőpaltáig. A vándor kiállítás az ember klímaváltozásra gyakorolt hatását mutatja be egyetlen őskori eszköz történetén keresztül. Ismét mesterleveleket adtak át a Szabolcs-Szatmár Bereg megyei kereskedelmi és iparkamarában. A Kölcsey televízió híradóját látják. Köszöntöm Önöket! 12 szakmában 77 mesterlevelet vehettek át a sikeresen vizsgázott szakemberek pénteken. Ezzel együtt idén már 100 mestert neveztek ki a megyében. Az elmúlt 5 évben pedig 720-ra nőtt az okleveles szakemberek száma. Tevékenységemet magas színvonalon művelem. Közös eskütétellel, majd az oklevelek átadásával kezdődött a mesterré kinevezettek ünnepsége az iparkamarában. Többek között autószerelők, járműfényezők, karosszéria lakatosok és műkörömépítők is átvehették az elismerésüket a megyei iparkamara elnökétől, aki megnyitójában arról beszélt, hogy az elmúlt években jelentősen nőtt a mesterek száma. Ebben az évben 100 mesteret adunk át, és összeadjuk itt az elmúlt 5 évért itt mesterképzés, most 720-nál tartunk. Ebben az évben összesen 14 szakmában adunk át mesterlevelet. Ezek minden szakmák, amely piacképesek, amire szükség van. Úgy gondolom, hogy ez a szám is mutatja azt, hogy felismerték is, mint kamara, hogy szükség van mesteremberekre, hisz a jó mesteremberek a garanciák arra, hogy a ma feszítő gonddal, amit jelentkezik a szakképzésben, beleértve mennyiséget és minőséget tudnak javítani. Pekó László hozzátette, az építőipartól kezdve a kereskedelmi területeken át mindenhol hiány van a jó mesterekből, míg korábban a munkahelyteremtés volt a legfőbb célkitűzés, addig mostanra a szakember hiány megoldása vált a legjelentősebb feladattá. Az elnök elmondta, a mesteri cím rangot, felkészültséget és elismerést jelent az oklevelek birtokosainak, akik feladata, hogy a jövő szakmunkásait képezzék. Karosszériakatosként végeztem itt a mestervizsgát. Hát az évek folyamán, az évek tapasztalata alapján, tehát jó ezt így megcsinálni, ezt mindenkinek ajánlom. Egy az, hogy nagyon nagy becsület így, nagyon nagy érték így számomra, és tovább tudom adni azt az összes tapasztalatot, amit így a sok év alatt szereztem. Tehát mind szervizben, mind munkákkal kapcsolatosan, mind emberi kapcsolatokkal a sok év alatt, amit így szereztem. Hosszú János hozzátette, tervei között szerepel, hogy a tudását a következő generációknak intézményi keretek között is átadja, ezért a jövőben Nyírbátorban a szakmunkás képzőben fogja oktatni az ott tanuló diákokat. 1-2 éven belül korszerűsödhet az újfehértói köztemető. A város polgármesterének tervei között szerepel, hogy felújítják a temető belső úthálózatát, kiépítik a közvilágítást és bővítik a ravatalozót is. A komplex fejlesztése legalább 10 millió forintra lesz szükség. Az önkormányzat a temető üzemeltetőjével közösen szeretné megvalósítani a terveket. 2019 őszén elkészült Újfehértóváros digitális temető kataszteri térképe. A rendszer előnye, hogy alkalmazás nélkül bárki elérheti interneten keresztül. Az oldal megnyitása után látható a temető kerítéssel elhatárolt egésze. A parcellák parcella azonosítóval ismerhetőek fel. A sírhelyeket saját azonosítójukon és fotóikon keresztül lehet beazonosítani, de a padokat, víznyerő helyeket, fákat, épületeket és minden felszínfeletti tárgyat is ábrázol a térkép. A sírhely azonosító 3 karakterből áll. Ha az adott sírhely a 16-os parcella első sorának első sírhelye, akkor a 16-1-001-es jelet kapja. Megkönnyítendő azoknak a dolgát, akik esetlegesen más településről jönnek, vagy korábban még nem jártak az újfehértői temetőben, és közeli hozzátartozik, vagy esetleg bárkinek a sírját szeretnék megnézni. Egy alkalmazást létesítettek, ami az önkormányzat honlapjáról elérhető, és itt az elhunytakról pontos nyilvántartást vezetnek, arról is, hogy hogy hívták, hol született, édesanyja neve, személyes adatai, illetve az, hogy melyik parcella, melyik sírjában nyugszik. Ezzel is megkönnyítve az emberek dolgát, hogyha esetlegesen nem tudtak eljönni a temetésre, de szeretnék utólag elhelyezni a kegyelet virágait, akkor megtalálhassák az elhunytat, és ehhez a temető területén ingyenes wifi csatlakozást biztosít az önkormányzat.
Az újfehértói temető jelenleg rossz állapotban van, közölte a polgármester. A legfontosabb tervek között szerepel, hogy felújítják a belső úthálózatot. Egy másik probléma, hogy nincs közvilágítás. Ez például Minden Szentek ünnepén is problémát okozott. De a temető ravatalozóját is szeretné felújítatni és bővíteni az új polgármester, illetve az urnafalat is szükséges a jövőben bővíteni. Korábban lehetett volna, volt rá pályázati forrás, azonban a rendelkezésre álló összeg nem volt elegendő, hogy ezt megvalósítsuk, így vagy várunk új pályázati forrást, vagy pedig saját erőből elkezdjük ezeket apránként csinálni. Illetve én jövő évben szeretném a közmunkaprogramot egy picit megújítani, és ennek keretében szeretnénk térkövet vagy járdalapot gyártani, és ezzel is saját forrásból tudnánk segíteni a temetőben látogatók dolgait. Egy ilyen mértékű temetői felújításhoz legalább 10 millió forint szükséges, véli a település polgármestere. Ehhez megkeresik majd az üzemeltetőt is, és egy közös beruházásként szeretnék megvalósítani az elképzeléseket 1-2 éven belül, hangsúlyozta Hosztú József. Újabb szakmailag is jelentős tárlat nyílt a József András Múzeumban. A Szikrától a Kőbaltáig, az Erdőtől a Sivatagig című vándorkiállítás néprajzi párhuzamokkal mutatja be az ember hatását a klímaváltozásra. 10 szakmai szervezet együttműködéséből és közös kutatásából jött létre a kiállítás 2014-ben. A nagy közönséget megmozgató kiállítások mellett, mint például a Munkácsi vagy a Szinyei tárlat volt, a József András Múzeum szakmai kiállításokkal is színesíti palettáját. Legutóbb csütörtökön nyílt egy ilyen tárlat, amely a Sziklától a Kőbaltáig, az Erdőtől a Sivatagig címet kapta. A Marosvásárhelyről érkezett vándorkiállítás az ember klímaváltozásra gyakorolt hatását mutatja be egyetlen őskori eszköztörténetén keresztül. Tudjuk azt, hogy a klímaváltozás nagyon sok embert megérint manapság, és mi a szakmánk területén, tehát az őskorba vezetjük vissza az embereket, hogy hol kezdődött tulajdonképpen, amikor a klímaváltozás elkezdődött, vagy elkezdte befolyásolni a mi életünket. A vándorkiállítás 2014-ben állt össze a most látható formájában, de hosszas kutató munka előzte meg. Néprajzi párhuzamokat is bemutat, hiszen ma is vannak olyan területek a Földön, ahol úgy élnek, mint elődeink az őskorban. Ebben a kiállításban sok múzeumnak az anyaga benne van, tehát a szombathelyi, a debreceni, akkor a kaposvári, a veszprémi, és a Magyar Nemzeti Múzeum anyaga is, és most itt Nyíregyházán természetesen a József András Múzeumnak a leletanyaga anyaga is látható, ami ugye kapcsolódik ehhez a témához. A szakemberek szerint a klímaváltozás egyidős a légkör kialakulásával, az már azonban vitatott, hogy a 20.-21. századi átalakulás természetes folyamat, vagy az ember okozza ezt. A napjainkban a fennmaradást veszélyeztető folyamat kezdetét a 80-as évekre datálják, amely azóta is tart. Azóta Magyarországon mintegy 0,6 és 1,9 fokos átlaghőmérséklet emelkedés figyeltő meg. Vannak olyan területek a Földön azonban, igen elenyésző területek, ahol egy picikét csökkent az átlaghőmérséklet, de a Föld nagy részén általánosságban ez a 0,5 és akár 2,5 Celsius fok közötti hőmérséklet emelkedés figyelhető meg. A 2020. március 8-áig megtekinthető kiállítás ökológia szemlélettel mutatja be a látogatóknak azt a pillanatot, amikor hosszú története során az ember először befolyásolta jelentősen a környezetét, és ezzel elindított egy hosszú, talán már visszafordíthatatlan folyamatot. Nettó 43 millió forintból alakította ki új pihenőparkot a nyíregyházi kiserdők területén. A sokfunkciós játszótéren kívül padok és asztalok is gondoskodnak a kicsik és nagyok kikapcsolódásáról. A területen a zöld felület is megújult. Jégcsapok lógnak erről az utcai lámpatestről. Nem biztos, hogy ebben a hidegben sokan szívesen időznek hosszabban a szabadban, de amint melegebbre fordul az idő, bizonyára ez a park is benépesül majd. Néhány napja csúszda, libikóka, rugós játékok és más hasonló eszközök várják a nyíregyháziakat, a kiserdőként emlegetett, vagyis a Mák, Géza, Nefelejts és Hunyadi utcák által határolt területen. A város önkormányzata még egy 2 éve elnyert pályázat megvalósítása keretében fejlesztette a parkot, bő 40 millió forint uniós támogatással.
Megújult a zöld felület, árnyékoló, lompullató, többszintes zöld felületeket alakítottak ki az elmúlt hónapokban. Új, több korcsoportos, sok funkciójú játszótér épült, eséscsillapító felülettel ellátva. Padokat, asztalokat, hulladékgyűjtőket és információs táblákat is kihelyeztek. Aki pedig két keréken érkezik, a bicikliét is le tudja kötni. Azért, hogy a park sokáig maradjon ebben az állapotban, térfigyelő kamerák figyelnek a rendre. 95 csapat közül jutott a legjobb 10-be a Nyíregyházi Egyetem két csapata az Agrovirtus versenyen. A nyertesek fantázia nevet viselő négyfős csapat a szakmai zsűri külön díját is elnyerte. A döntőben 200 millió forintot kellett virtuálisan elkölteni gazdaságfejlesztésre. Idén második alkalommal rendezték meg az Agrovirtus országos vetélkedőt, amely kifejezetten az agrárfelsőoktatásban résztvevő hallgatóknak szólt. Az előselejtezőn 95 csapat indult, az online fordulók után 12 jutott be az Agrovirtus akadémiára és vett részt az elődöntőben. Azt gondolom az intézmény számára ez egyértelmű visszacsatolása annak, hogy a oktatási színvonal az jó helyen van, tehát megfelelő színvonal oktatásban részesülnek a hallgatók, és talán még az is nagyon fontos üzenete ennek a díjnak, hogy egy olyan szakmai zsűri bírálta el az eredményeket, akik az életszerűséget és a gyakorlatiasságot tekintették elsődlegendő szempontnak. Így nem az számított elsősorban, hogy honnan szerzik a hallgatók a feladat megoldásához szükséges információkat, hanem hogy azokat valóban hatékonyan használják fel. Ehhez kellett a felkészítő tanárok támogatása és kapcsolatrendszere. Hát alapvetően van egy belső motiváció, mert amúgy nem is indultak volna el, ez nem egy kötelező verseny volt, hanem az egyik csapat már tavaly is részt vett, akkor elmentünk a döntőre, és ott kaptak egy olyan plusz töltetet, hogy ő náluk nem is volt kérdés, hogy indulnak az idén. A másik csapatnál pedig, amikor az első feladatot sikerült legyűrni, és a rendszerrel megbirkózni, onnantól kezdve már gördülékenyen ment nagyon a dolog. A feladat az volt, hogy költsenek el virtuálisan 200 millió forintot olyan fejlesztésekre, amelyekkel növelhető az agrárszektor működésének hatékonysága. A nehezítés pedig az volt, hogy meg kellett felelni a 2030-tól életbe lépő ammónia csökkentésű előírások szabályainak. A nyertesek fantázia nevet viselő csapat bejutott a döntőbe is. Úgy gondoltuk, hogy az egyik legjobb módja ennek, hogy csökkentsük például az ammónia kibocsátást, az ökológiai gazdálkodás forma átállása. A másik megoldásunk, ami szóba jöhetett, az pedig egy újfajta öntözés technológia rendszer, ami annyiból áll, hogy egy csőrendszer van fektetve a talajba, és nincs párolgás veszteség, és bele lehet juttatni a műtrágyát az öntözővízbe, ezáltal hatékonyabb a termelés, illetve csökkentjük az ammóniát, mivel kevesebb kell belőle, melyből a növény gyökeréhez jut. A hallgatók versenyen való részvételét névre szóló oklevéllel ismerte el a Nyíregyházi Egyetem, emellett pedig bekerültek az Agrovir Kft. Karrier programjába is. Még tart a határon átnyúló együttműködési program harmadik pályázati felhívása. Ennek keretében olyan projektek támogathatók, amelyek a tematikus célkitűzések valamelyikéhez illeszkednek. Ilyen például a helyi kultúra népszerűsítése és a történelmi örökség megőrzése. A programban magyar, szlovák, román és ukrán települések is részt vesznek. Tájékoztató napot tartottak azon civil szervezetek képviselőinek, akik jogosultak lehetnek a 2014 és 2020 közötti időszakban megvalósuló, határon átnyúló együttműködési program támogatására. Az érdeklődők a csomag ismertetésén túl gyakorlati tanácsokat is kaphattak a program harmadik pályázati felhívásával kapcsolatos űrlap kitöltésére és a költségvetés összeállítására. Emellett lehetőségük nyílt a már előkészítés alatt álló pályázatokkal kapcsolatban felmerült kérdések megvitatására is. Tehát jelen határon átnyúló együttműködési program célja Kárpátalja, Ivano-Frankivszk és Csernyivci megyék, valamint a tagállamok támogatásra jogosult területei közötti együttműködésnek az elősegítése. A programterület kiegészült a jelen pályázati kiírás keretében Szlovákia részéről még két várossal, Beszterce bányával és Zólyom városokkal.
A négy ország közös döntéshozó bizottságot állít fel, ez dönti el, hogy milyen célterületre, milyen összegben pályázhatnak a non-profit szervezetek a határtérségből. A teljes együttműködésre több, mint 80 millió eurós keret áll rendelkezésre. A pályázó projekteknek illeszkedniük kell valamelyik tematikus célkitűzéshez. Ez lehet a helyi kultúra népszerűsítése és a történelmi örökség megőrzése, a környezetvédelem, valamint az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás és hatásainak enyhítése, vagy a közös kihívások a biztonság területén, de célkitűzés a térségek megközelíthetőségének javítása, fenntartható és időjárás álló közlekedési és kommunikációs hálózatok és rendszerek kialakítása is. Ősbemutató premierjére várja a közönséget a Móri Zsigmond Színház szombaton. Szente Vajk rendezésében a 9-től 5-ig című műzikát viszi színre a társulat. A nagyszabású előadást 2009-ben mutatták be a Broadway-n, ahonnan később Európába is eljutott. Felújított változatát idén február óta játsszák a londoni West Enden. Mostantól a nyíregyházi nézők is láthatják a sikeres produkciót. A 9-től 5-ig című filmet 1980-ban mutatták be, ebből készült a musical, melynek zeneszerzője a 8-szoros Grammy-díjas amerikai énekesnő Dolly Parton. A történet a 70-es évek Amerikájában játszódik, ahol egy nagy ipari vállalatnál három túlhajszolt kolléganő, Violet, Judy és Dorali tervező, hogyan állhat bosszút képmutató, a nőket lenéző főnökén. Violet vezetésével munkahelyi bonyodalmak egész során át megkísérlik valóra váltani közös álmukat, hogy robotolás helyett szeretetteljes emberhez és nőhöz méltó életet élhessenek. Dorálit Friedrich Noémi alakítja az előadásban. A három főszereplőnő egyik szereplője, aki ebben a darabban azt a nőszemét, női figurát testesíti meg, akit abszolút a külsője alapján ítélnek meg, pusztán azért, mert szereti a külcsint, és szeret adni magára, és szőke, és nagymellű, ezért abszolút prekoncepciókkal élnek vele szemben. A férfi világ szemmel, kézzel, mindennel ezt használja is, kicsit hajazva a MeToo botrányra, szóval ez a szerepkör az, ez, akit én alakítok. A nagyhatalmú főnök Franklin Hart karakterét Puskás Tivadar kelti életre. A művész úgy véli, nehéz próba folyamaton vannak túl a színészek, táncosok és énekesek egyaránt. Szokatlanul nehéz volt. Szóval itt olyan megoldások vannak, szinte filmes megoldások, olyan változások, olyan koreográfia van, amit nagyszerű koreográfus csinált, aki eddig is dolgozott velünk, a Túri Lali, hogy lenyűgöző, hogy dolgoztak itt a tánckar, meg azok a szereplők, akik táncolnak igazából. Az én szerepem nem adja ezt a lehetőséget, de lesz azért elég sok meglepetés, mert 66 évesen sok mindent olyat teszek meg, amit már nem csúnyaságot, hanem fizikálisan, amit már ilyenkor nem szoktak a férfiak. A musical főbb szerepeit Friedrich Noémi és Puskás Tivadar mellett Horváth Margit, Staub Viktória, Gubik Petra, Kulcsár Viktória, Kosik Anita, Gulácsi Tamás és Horváth Viktor alakítják. A művet a darab rendezője Szente Vajk, valamint Galambos Attila fordították, a remek koreográfia Túri Lajos munkája. Közel 500-an vettek részt a Nyíregyháza Spartacus és a Bozsik Akadémia közös karácsonyi rendezvényén. A Continental Arénában az egyes szakágak legjobbjai vehettek át elismeréseket. A küzdőtéren a sportolók és az edzők, a lelátón pedig a hozzátartozók voltak részesei annak az ünnepségnek, amelyen a Nyíregyháza Spartacus férfi és női szakága, a Spartacus Tornaklub és a Bozsik Akadémia közösen zárta az évet. A rendezvényen a 2019-es esztendő legjobbjait díjazták. A Spari felnőtt keretében 8 saját nevelési játékos kapott helyet, a klub csapatot indított a megyei harmadosztályban, az akadémia együttműködési megállapodást kötött a Filó SC-vel, és némi átszervezést követően a lehető legjobb körülményeket igyekeznek biztosítani ahhoz, hogy fejlődjenek a fiatal futballisták. 262 gyerek van az akadémián, 51 fő foglalkozik a gyerekekkel, ebből kb. 50% főállású, 25 edző, 5 gyakornok és 18 olyan
kollega, akik úgynevezett támogató területeken tevékenykednek, ebben vannak az orvosok, fizikoterapeuták, masszőrök, és így tovább, technikai munkatársak, stb. Három fő az, aki irányítja és koordinálja ezeket a kollégákat. Van egy akadémia általános és szakmai vezető, van egy sporttudományos vezető, és van egy fejlesztési operatív vezető. Ez a három ember az, aki koordinál, irányít és ellenőriz a hétköznapokban és a hétvégéken. A korábbi 70-szeres válogatott játékos Nyirasi Tibor szerint fontos, hogy a tehetséges fiatalok minél hamarabb bemutatkozhassanak a felnőttek között. Én azt üzenném a gyerekeknek, bátorság, elszántság, szenvedély a futball iránt. Az edzőknek szintén ugyanezt kívánom, hogy nagyon nagy felelősséggel dolgozzanak a gyerekekkel, figyeljenek rájuk, bátorítsák őket, és ahogy majd cseperednek föl, minél hamarabb tegyék be nem csak a korosztályokba, hanem a felnőtt csapatba, mert akkor lesz az igazi eredménye, amikor már azt láthatjuk, hogy 18-19 éves gyerekek játszanak a felnőtt csapatba, és akkor a következő ugrás az, hogy na, ezek között van egy igazi kiváló játékos, akire felfigyel mindenki. A Bozsik Akadémia futballistái még két hétig edzésben maradnak. Azt követően a 7 és 12 év közötti korosztályok képviselői teremtornákon szerepelnek majd egészen a tavaszi szezon kezdetéig. Két győztes hazai meccs után szombaton idegenben lép pályára a kisvárdai futballcsapat. Dajka László jelenleg 7. helyen álló együttese, a szintén 20 pontos, 6. helyezett Újpest vendége lesz. Az Újpest szereplése eléggé hektikus. Kitűnő eredmény idegenben, hazai vereség, ismét egy győzelem idegenben. Tehát azt kell, hogy mondjam, hogy egyenlőre nagyon nem tudom, hogy mit fogunk kapni az Újpesttől. Nekünk most arra kell fölkészülni, hogy mit akarunk mi játszani. Tehát amit szeretnénk játszani, egy nagyon stabil védekezés, és minél följebb tolni a védekezésünket, labdát szerezni, gólhelyzeteket teremteni idegenben is. Tehát még egyszer mondom, mi arra készülünk, hogy nagyon szeretnénk pontokat szerezni Újpesten is. Bízunk benne, hogy sikerülni fog. Most pedig iradónk végén nézzük legfontosabb híreinket, még egyszer, röviden. Mi korábban a munkahelyteremtés volt a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kereskedelmi és iparkamara legfontosabb célkitűzése, addig mostanra a szakember hiány vált a legnagyobb problémává. Pénteken 12 szakmában 77 mesterlevelet vehettek át a sikeresen vizsgázott szakemberek. Ezzel együtt idén már 14 szakmából 100 mestert neveztek ki a megyében. Az elmúlt 5 évben pedig 720-ra nőtt az okleveles szakemberek száma. 10 millió forintos fejlesztési csomagot terveznek az újfehértói köztemetőben. A város polgármestere szerint 1-2 éven belül megújulhat a temető belső úthálózata, kiépül a közvilágítás és bővül a ravatalozó. Az önkormányzat a temető üzemeltetőjével közösen szeretné megvalósítani a terveket. A József András Múzeum vándor kiállítása a Sziklától a Kőbaltáig, az Erdőtől a Sivatagig címet kapta. A Marosvásárhelyről érkezett kiállítás az ember klímaváltozásra gyakorolt hatását mutatja be egyetlen őskori eszköz történetén keresztül. Önök a Kölcsei Televízió híradóját látták december 6-án, pénteken. Friss hírekkel legközelebb hétfőn este várjuk majd önöket, hétvégén pedig heti hírösszefoglalónkat, a Krónikát láthatják. Én munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket, szép estét, viszontlátásra! Éjszaka erősen felhős vagy borult lesz az ég, párás ködös idő várható, ónos szitálás, hószálingózás egyaránt előfordulhat. A szél gyenge vagy mérsékelt marad, a legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet mínusz 9 és mínusz 2 fok között alakul. Szombaton is párás ködös idő várható, a délnyugati majd a nyugatira forduló szél gyenge vagy mérsékelt marad, délutánra mínusz 2 és plusz 2 fok közé melegszik a levegő. Vasárnap még sok lesz felettünk a felhő, csak kevés helyen süt ki a nap. A hőmérséklet sem változik jelentősen a napos területek kivételével. A jövő héten változékonyabbra fordul az idő, több időjárási front is átvonul fölöttünk, emiatt többnyire ugyan felhős időnk lesz, de emellett napos időszakok is várhatók.
Több alkalommal számíthatunk csapadékra, többnyire eső esik majd, de északkeleten ónos eső, hó is lehet. Jelentősen emelkedik a hőmérséklet, északabb fagypont, délután +5 fok körüli hőmérséklet várható.